Múlt hét csütörtökön jött a tragikus hír szeptember 8-án, hogy 96 éves korában elhunyt második Erzsébet brit uralkodó. Hétfőn, azaz szeptember 19-én helyezik végső nyugalomra a temetési szertartás a Westminster apátságban lesz. Ezekben a napokban még leróhatják tiszteletüket második Erzsébet királynő ravatala előtt a látogatók. Az elmúlt napokban a hírek szerint több kilométeres sorokról lehetett hallani és második Erzsébet koporsóját helyi idő szerint hétfőn reggel fél hétig tekinthetik meg a gyászolók. Vendégünk a témában is vonalban van Görög Ibolya protokoll szakértő, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát köszönöm, hogy megkerestek! Hát gondolom egy egész világ gyászolja második Erzsébet királynőt. Nagyon szép, hosszú életet élt, mégis azért nagyon lesújtó volt ez a hír, amit múlt hét csütörtökön Kaptunk. Nagyon nagy űrt hagy maga után, ezt múlt héten is beszéltük több vendégünkkel. Ön hogyan értékeli második Erzsébet királynő uralkodását, mit jelentett önnek a II. Erzsébet? Valami állandóságot, bár nem vagyok brit állampolgár, de az ő léte a világban valami konszolidált, konzervatív, de mégis a változásokra hajlamos, csinos, elegáns, szellemes, okos művelt nőt jelentett. Én nagyon-nagyon szerettem őt. Minden ilyen filmet, amit koronadosorozatokban megnéztem, olvastam. Nagyon sokat utána engedtem, mert a protokoll protokol szempontjából is nagyon-nagyon sokat tanultam őtől. Hát nem úgy, hogy találkoztunk és elmondtam mondta nyilván, hanem majd megjelenéseiből, gesztusaiból, amiket leírtak róla, nagyon-nagyon sok mindent uh, tanítok is abból. Például, hogy igen? Egy... igen. Csak egy példát, hogy, ugye azt mondjuk Magyarországon, hogy a nő ne tegye le a táskáját a földre, megy ki, mert kimegy belőle a pénz, meg ezen bele, bele sem megy. Erzsébet királyról van egy olyan képen, hogy Mitterán elnök kerül két fotel, egy-egy fotelben, előttük egy kis asztalka, és Erzsébet királynőnek le van a táskája a földre, ugyanis azt a arra nem szabad tenni. Aztára nem szabad tenni? Asztal, bárhova szabad, de azt arra nem. És amikor mondják, hogy a földrágban mondom, hát a Erzsébet királynő lerakta a földre. Akkor mi is akkor lerakjuk. Lere. Így van. Így van. <laughs> Na már most tanultam valamit, de jó, hogy ezt elmondta. Van még ilyen egy-két ilyen ügyes dolog, amit második Erzsébet királynőtől lesett el? Hát ö, mondjuk apróság, de hogyha az ember egy étkező asztalnál ülést teázzik, akkor csak a csészét emeli föl. De ha egy asztalról kell fölemelnie, vagy áll Isza, akkor a tányért is tartani kell alatta. Uh -huh, uh -huh. Akkor a a kisújjunkat soha nem állhat el, megfogva a poharat vagy a csészét, a kisújunkat azt uh -huh. mindig mellé kell szorítani a gyűrűsújjunk mellé. Igen, ez egy elterjedt apróság, tépít. igen. Egy apróság, de ezek olyan kis jópofa apróságok, amiket úgy érzem, hogy ezek örökértékek maradnak. Igen, és az öltözékéről mi volt a véleménye önnek? Nagyon-nagyon szerettem, hogy pici ki, a növésére alacsony volt, ugyanakkor királynő, és hogy hogy egy tömegben mindig föltűnjön, nyilván neki olyan színeket is kellett fölvennie, hogy úgy oda kapja az ember a harsány, szemét. Harsány, ugye? Harsány. E, 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 nem is az, hogy harsány, nem inkább élénk. Éling. Tehát mindig volt valami, ami, és tehát elegáns volt mindig, mindig tényleg nagyon-nagyon szerettem. Nagyon jó szabású, tehát alakjához, korához illő ruhákat, és főleg ilyen komplékat, tehát ruhakaváttal hordott. És amit szerettem még benne, a konzervativizmus, hogy a cipője az mindig fekete volt, meg uh -huh. a táskája is. Uh -huh. Tehát ez, ez nekem megint egy, egy olyan olyan kellemes, hogy nem, hogy csak a lábnak a hangsúlyozása, az már nagyon szexuális üzenet. Tehát ő mindig sötét cipő, fekete cipőben, sötét cipőben volt. És komolyan mondja, hogy színes táskákat nem is hordott? Nem. Nem. Fiatal korában még voltak esetek nála, de is inkább csak tojás színű, de mióta, mi aztán királynő korától kezdve már sötét táskát hordott, igen. Hm. És erre apróság is, hogy, hogy az egyik karjára tette, mert ilyen nem vállon, hanem karon hordott táskát hordott. A vál, hordott táska az nem elegáns, mert kimegy a váltömés, vegyűrődik a zakó, meg az egész dereka az embernek félreállt, Tehát akkor táskát hordott. És amikor egy fogadáson is beszélgetett ezzel, azzal, amazal, és átette a másik karjára a táskát, uh -huh. akkor mentek oda hogy felség fontos telefonja van, vagy vagy szóval, el kell neki menni, akkor már megunta. Hmm. Ez egy jelzett, <laughs> hogy most már arrébb menne. Elképesztő. Mennyi mindent tudunk meg így két perc alatt döbbenetes. Mindig tökéletesen viselkedett diplomáciai szempontból sose bakizott? Hát ő nem. Ugyan, meg a másik, hogyha Netántán bakizott is volna, attól kezdve az lett volna a protokoll. Tehát az ő személye annyira irányadó volt egyébként, pedig hogyha bárki ővel eszemben nem tartott be valamit, akkor, akkor azt az vagy humorral kezelte, vagy, vagy egyenes derékkal és megemelt fejjel, tehát soha nem tette szóvá, ugyanis az ő elve az volt, hogy a királyi ház az nem mentegetőzik, és nem ismer be hibákat. Tehát hmm. mondjuk ez fontos volt nála. Igen. Egyébként a királynővel találkozni az, az egy ilyen brutál nagy feladat volt, nagyon sok Mindennek kell megfelelni. Hát és gyakran hívnak föl, hívtak eddig is föl, hogy itt a főnöke megy az angol királynőhöz, vagy valami ilyesmi, hogy akkor mit kell ott csinálni, és én mindig azt válaszolom, hogy a királyi etiket, hát a királyi udvar etiketje, csak úgy, mint egy pápa látogatásnál, és egy pápa a vatikáni etiket, azt én kívülállóként nem tudom. Uh -huh. De az biztos vagyok benne, hogyha be ott oda menne, leírt protokollt kap, hogy mikor mit kell csinálnia, uh -huh. de le, ha nem is, akkor legutóbb, mikor megérkezik, akkor el Mondják neki. Uh -huh. Tehát előre is értesítik, hogy milyen, mi az illő öltözet, kell-e kalap a nőknek, vagy nem kell éppen a kalap. És amikor megjön, akkor megmondják, hogy mikor mit kell csinálni. Ugyanis kívülálló ezt úgy nem nagyon tudja. Például hogy a, a királynőnek nem szabad hátat fordítani. Tehát amikor megy kifelé, akkor legalább három-négy lépést is hátrafelé kell menni, csak a legutolsó percekben fordulhat meg. Uh -huh. De akkor az a lényeg, hogy ha valakinek ekkora nagy megtiszteltetés adatot, vagy adatik, hogy egy uralkodó, találkozhat, akkor előtte mindig kapnak egy útmutatást a királyi udvartól. Pontosan, igen, igen. Uh -huh. Akkor beszélgessünk így az elmúlt napok eseményeiről, illetve a jövőről. Mondhatni, hogy tényleg tömegek ostromolták a felravatalozott koporsót, és tették tiszteletüket II. Erzsébet királynőnél? Már Skóciában is a Skót, a egy is nagyon nagy tömeg ment ott is, két napig lóták le a tiszteletüket, ami ugye azért nagyon nagy jelentőségű, mert Skóciának, a Skótoknak egy része nem igazán szeret Angliához tartozni, de itt a tiszteletet mindenki megadta neki. És amikor áthozták Londonba, Buckingham Palotába, és utána tegnap előtt reggel átvitték a Westminster Hallba, ez a parlamentnek egy különálló terme, tehát nem a parlament épülete, hanem uh -huh. az épületének egy külön része, Azért, mert a parlamentbe egyébként király nem léphet be, már nagyon-nagyon régóta ugye a történelmi a táblatok miatt is. De a Westminster Hall az a parlament épületében egy külön terem, és a tömeg ott teheti tiszteletét. És majd hétfőn reggel onnan fogják átvinni gyalog a szomszédban lévő Westminster apátságba, tehát a templomba. Uh -huh. Egyébként erre van bármi utasítás, hogy ott hogyan kell viselkedni, akik belépnek a holba? Persze hát a napokban is olvashattuk hogy me hogy mindenkinek közhírítették, ugye, hogy nem vihet be csak egy, ki, csak egy kis táskát, semmi fajta élelmiszert, semmi fajta szúróvágó eszközt, meg hogy a mágnes kapunk kell átmenni, tehát biztonsági szempontokból vizsgálták. Azt nyilván nem mondták meg senkinek, hogy egy ilyen főhajtásnál mibe legyen, hiszen az átlag ember ugye örül, hogyha hár, két napig ott állt sorba, hogy nem fagyott meg, tehát Igen. nyilván nem mindenki aggól kis köztönben, oda. Tehát a, a nép, amikor a, a, tömeg megy látogatni, akkor ilyen előírás akkor az csak kapcsolatos, a biztonság, nincs. Csak, csak biztonsági, mm. igen, igen. Meg talán, hogy mit vigyen, nem? Tehát, hogy ilyen virágot javasol. Nem szabad venni, nem szabad nem szabad volt Oda semmit, semmit. Venni. Aha. Se kis, kis, se kis macskót, se virágot, se semmit. Ura akkor... be már nem vihették. Azt a, a palota a kerítésénél helyezték el, ahogy láttuk is a tévében. Igen. És akkor az igaz, hogy valószínű, már szombaton lezárják a sort? Hát kénytelenek lesznek, mert ugye egy, ebbe kell jutni, tehát az, az egy idő, amíg ennyi ember bemegy, és akkor feltehetően a szervezők, hiszen azért borzasztóan, hogy ma nagy munkát végeznek, kiszámolják, hogy akkor reggel fél hétig még mennyien férnek uh -huh. be, és akkor többet nem engednek sorba állni. Egyébként akik sorba állnak, azok kapnak karszalagot sorszámmal azért, hogyha elmegy vécére, vagy enni valamit, akkor visszaállhasson a sorba hmm. oda, ahol eredetileg is volt. Nagyon profi meg van ez szervező. Hát gondolom nem, nem most nem találták. Éppen. Ki. Hát az biztos, hogy ez egy óriási nagy szervezés. Tehát már a Fülöp, a Fülöp herceg temetése is, akkor ugye Diana esküvője, tehát az, az, az angol biztonságiak már nyilván fölkészültek ilyenfajta eseményre, bár ekkorára, mint ez a mai, ez a, ez a hétfői, Igen. erre azért külön kell készülni. Na hát akkor beszéljünk is erről, hogy mi lesz hétfőn, mi lesz a, a, szertartásnak a menete, és hát hogyan lehet erre felkészülni, hogy gyakorlatilag tényleg a világ minden pontjáról a világ fő vezetői, ha jól tudom, 500 fontos vezetőt meghívtak a világ minden tájáról, erre, erre hogy készülnek? Hát ez borzasztó nehéz, én ezt végig gondoltam protokollos agyamban, hogy amikor nálunk volt a és mit tudom én, volt 96 ország, az ab, nyilván az semmi ehhez képest. Azért az, az előző, 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 nap ugye meg kell érkezniük, hiszen délelőtt van a szertartás. Hol fog lesz a szállásuk? Feltelten a nagykövetségek fognak ebben segíteni, hogy a saját államfőjüket elhelyezzék. Akkor, hogy ugye nem, nem ne, ne, érkezzenek magángéppel, menni, a, a hízről repülőtér nem tudja befogadni. A magánrepülő Előttér az valahol messzebb van, ha valaki mégis magánképpel akar menni. Az rendben van, hogy onnan még elviszik valahova a, ezeket a vendégeket a szállásokra, gondolom, de másnap nagyon nagy portfelt és felháborodást váltott ki, hogy ezeket a nagy embereket busszal akarják venni. Joe és Biden és el, például? Magyar, hát Joe Biden, ő, ő, ő saját kocsi. Joe Biden és az izraeli elnök, ez a kettő, azért, mert ők az egész világon kiemelten védett vezetők. Tehát ők sokkal jobban védettek. A Bush elnök, az izraeli elnök, Putin és a pápa, ők a kiemelten védettek az egész világon. Most ebből ugye az izraeli elnök és Bush elnök ott lesz, és mivel ők kiemelten védettek, engedélyezik az autót nekik, de nem kocsisorral, hanem egy autóval. Uh -huh. A többieket meg azért kell busszal vinni, mert ha belegondol, hogy egy, ez egy, mit tudom én, egy 300 autó megy egymás után. Uh -huh. Oda gördül a templomhoz, kiszáll belőle az illető, becsukja az ajtót, elmegy a kocsi. Ez már fél perc. Okay. És ha ezt összeadom, akkor az elsőknek már reggel hatkorot kell lenni, hogy a többi is időbe odaérjen. Húha. Hát nem lehet ezt, fizikailag nem lehet megcsinálni a kocsisort. Igen, világos. És akkor ebből ugye tényleg volt egy kis felháborodás, de akkor nagyjából ez sikerült így kisimítani, és akkor leszámítva ezt a két fővezetőt, a többiek buszozni fognak. Hát igen, mert az mindenki tudja, diplomáciában ez teljesen egyértelmű, hogy a, kiemelt, a, a, fokozottan kiemelteket még másképpen, még, még biztonságosabban kell kezelni. Uh -huh. Tudjuk akkor úgy az útvonalat, tehát megérkeznek, elindul a, a kocsisor, stb., hogy mi lesz a menetnek a rendje? Tehát a királynőnek a koporsóját átviszik a Westminster apátságba, ott oda, addigra már ott vannak a vendégek. Ott megtörténik a szertartás, és a templomban a szertartás után gyalog mennek. Van egy ilyen diadali szemű a Windsor a kapu, odáig odájáig gyalog mennek, és onnan már nem mehetnek tovább, mert onnan már a királynőt, aki a, ki, a, a Vinzor györgykápolnában csak a családja jelenlétében uh -huh. helyezik el. Oda már nem mennek, nem mennek mások. A család alatt kiket kell érteni, csak Köszönöm. hát a, a, a gyereke, gyerekeit, unokáit, Ja, meggondolom a gyerekeinek, a házastársait, tehát uh -huh. a, a szűk családot. Szűk családi kör. A templomban kik vehetnek majd részt? Mert mindenki akiket gondol. Meg hívtak, akiket uh -huh. meghívtak, az első szóban, hogy nyilván az, a család és a bővebb királyi család, tehát a főnemesek, feltehetően a, 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 a miniszterelnökök és a megelőzőek is, tehát nem csak a mostani. Uh -huh. Viszont már az összes többi országból csak a most regnáló államfőket hívták meg. Tehát még obama, obama sem hívták meg holott nagyon jóba volt Erzsébet királynővel hm még őt sem hívták meg, tehát a létszámet nem férnek be a templomba, hogy 1600 fős a templom. Igen, igen, és arra is úgy tudom, volt felhívás, hogy tényleg kizárólag csak a házastársukat hozták. Persze, ha ne más valaki megy, ezt be se engednék. Tehát ilyenkor csak maximum egy kísérőt vihet magával, uh -huh. vagy a miniszterelnökét, vagy az élettársát, tehát hát egyet, egy embert vihet magával. És hát gondolom biztonsági szempontból is elképzelhetetlen felügyelet lesz ott, és, és nagyon fognak vigyázni mert hát ilyen esemény, tényleg nem is tudom, mikor volt uh, utoljára, hogy ilyen szűk négyzetméteren ennyi komoly, magas rangú vezető gyűlik össze. Igen, még a templomon belül ott még hagyják, mert egy védett, egy épületen belül vannak, tehát oda, ott az a benti védelem az még, az még úgy azt mondom, hogy az még a, a kevésbé fontos. Uh -huh. De amikor vonul a meg utána a, a kiemeltek, kiemelt vezetők mennek, ugye az emberek sorfalai között mennek a koporsó mögött, ott azt csinálták, hogy az első, első sorba ilyen katona meg rendőr növendékeket szerveztek be civil ruhába, uh -huh. hogy legalább közelről ne lőjön senki. Uh -huh. És hát a... egy ilyen, ilyen belső védelem, hogy a saját embereiket tették oda az angolok, hogy ugye a britek, hogy ugye ott védjék legalább az első sorokat. Igen, igen, hát ez várhatóan akkor biztosan így lesz. Akkor a nagy tömegük hogyan fogják kísérni a ceremóniát? figyelemmel hogyan fogják követni? Hát a tévé, hogy az egész világ fogja ezt nézni, tehát ezt gondolom lesznek kivetítők az hú. utcára, tehát ezt így tudom elképzelni. Nem mondom, nem vagyok benne nyilván az előkészítésében, de így tudom hú. elképzelni. És hát azt is lehetett olvasni, hogy rekord nézettségre számítanak. Valószínű. Hát persze, persze. Az ez egész világot ez érdekli, igen. igen. Még ami bejárta a sajtot, hogy ugye Vladimir Putyin orosz elnököt nem hívták meg, és hát ezt eléggé rossz néven vette Oroszország. Igen, or Oroszországot, Mianmart és nem tudom, még egy ilyen despota állam képviselőjét nem hívták meg, uh, hiszen uh, uh, Oroszországban nem is volt, ha jól tudom, Erzsébet királynő nem is volt Oroszországban. Tehát meg a kapcsolatuk sem volt olyan. Amit volt egy olyan, hogy Erzsébet királynő fogadta Putyint, és Putyin 20 percet késett. Uh -huh, uh -huh. Hát ez hát szóval egy dolog. Egy, egy ilyen elég arra, hogy, 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 hogy nem, volt szimpati, nem volt nem volt a Erzsébet királynő számára szimpatikus. Putyin. Uh -huh. Plusz ugye a jelenlegi politikai helyzetben is, tehát Putyinnak nem kell csodálkozni, de szerintem Putyin el sem ment volna. Uh -huh. e, azt nyilatkozta egyébként a külügyi szóvívő, hogy kegyelet sértő II. Erzsébet emlékével szemben, aki a második világháborúban a brit hadsereg területvédelmi erőinek soraiban szolgált, amelyek a nácik, illetve ukrán követőik e, ellen harcoltak. Most a brit elit az ő oldalukon áll. Tehát, hogy akkor történelmi, protokollális szemszögből sem mondhatjuk, hogy most itt. Itt illett volna meghívni az oroszokat? Én azért nem mennék ilyen mély gyökerekig el. Itt a nap, napi, tehát a Putyin elnökkel való kapcsolat olyan, hogy, hogy nem volt soha felhőtlen. Tehát nem voltak, hogy úgy mondjam és A diplomáciai kapcsolatok soha nem voltak felhőtlennek. Én nem mennék történelmi gyökerekben már vissza, de hát egyébként meg a másik, hogy egy a brit birodalmi tanácsnak és szervezőknek szíve joga eldönteni, hogy kit hív meg. Uh -huh. Tehát nincs egy ilyen kötelezettségi... Nincs, nincs. Lista. A nemzetközösség tagjait az nyilván kötelező meghívni, meg én szerintem azokat az államfőket hívták meg, ahol megfordult Erzsébet. Uh -huh, uh -huh. Akkor ez volt egy fontos szerintem, szempont. Szerintem, de ez csak az én véleményem. Azt lehet tudni egyébként, hogy második Erzsébet királynő kivel táplált olyan szorosabb kapcsolatot, esetleg baráti szinten volt-e bárkivel? Hát ezt nem lehet tudni, hiszen egy királynőnek kifelé nem szabad mutatni semmifajta különbséget, hogy meg kihez, hogy áll hozzá, mert abban a percben akkor megbélyegzik, hogy mert, mert ő észrehajló. Igen. Tehát ő kifelé ezt nyilván nem mutatta, hogy hogy, 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 ki az, aki neki, melyik államfő a barátja. Uh -huh. Igen. Az, hogy a, a, családi körben kit szeretett jobban, kit nem, az, hogy azért kiszivárog, szív, kis <laughs> meg hogy ugye ki azért ötöztető nője az, aki már vagy ötven éve mellette van. Tehát nyilván ezeket úgy nagyjából sejtjük, de hogy államfőkkel Kivel volt jobb, kivel nem, ezt azért így nehéz megmondani, mert ő mindenkihez egy nagyon meleg, kedves mosolyal állt hozzá, és mindenkinek úgy csinált, mintha ő rávált volna egész életébe. <hállal> így van, így emlékezünk mi is rá. Nagyon szépen köszönjük Görög Ibolyának, hogy elmondta mindezt, és minden jót kívánunk viszonthallásra. Köszönöm szépen viszonthallásra.